Minden napra jut egy Petőfi vers a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár Facebook oldalán. Az intézmény többek között így emlékezik meg a költő születésének 200. évfordulójáról. Nem csak a közösségi oldalon, hanem a levéltár YouTube csatornáján is gyakran látható Petőfivel kapcsolatos tartalom. Hely, büngös zibandi, istentelen zsivány, miért sikkasztottad el az én jó paripám? Kujbusné Mecsei Éva vármegyei igazgató 35 perc című műsorunkban elmondta, az évfordulóra emlékezve szeretnék megszólítani a lakosságot. Akkor szeretjük meg igazán a verseket, és akkor szeretünk meg igazán egy költőt, ha ismerjük. Ismerni pedig úgy ismerjük, hogyha a versét elolvassuk, vagy akár el is mondjuk. Tehát mindenkinek szeretnénk ráirányítani a figyelmét arra, hogy Petőfi 200 az élő költő, ez a címe is a projektünknek, hogy Petőfi élő költő. Olyan versei vannak, amelyek hozzánk is szólnak a 21. századi emberekhez. Úgyhogy jó azt elolvasni, ha a Facebookra kattintanak, és jó azt elmondani, és ha valaki nyilvánosságra vágyik, vagy örömet szeretne szerezni másnak, rokonoknak, akkor mi a YouTube csatornánkon ezt közzé tesszük. Petőfi Sándor születési évfordulójával kapcsolatban még számos személyes és online tudományos előadást szervez a levéltár egészen nyárig. De más jeles évfordulóról is megemlékeznek az intézményben. 270 éve volt Nyíregyháza újra telepítése, ami után a vármegye székhely elindult a fejlődés útján. A levéltár a városnapi programsorozaton minden évben bemutatja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, most azonban egyéb programok is lesznek a jubileum kapcsán. Most egy kicsit élményt is és ismeretet is szeretnénk adni, és ebben együtt munkálkodunk a többi közgyűjteménnyel, a Kálai gyűjteménnyel, a Móri Zsigmond könyvtárral és a Nyíregyházi értéktárral, illetve hát kihagyhatatlan a várostörténetből úgy gondolom I. és Gábor tanár úr, aki nem csak népszerű sétákat tart, hanem gyerekeknek és felnőtteknek is szívesen mutatja be a városközpontban azokat az emlékeket, amik mellett elmegyünk minden nap, pedig ha megnézzük őket, vagy felismerjük, akkor látjuk, hogy itt a város egész története. A vármegyei levéltár egy pályázatot is kiírt az évfordulóval kapcsolatban. Az intézmény várja olyan rajzok, makettek, prezentációk, vagy akár videóra felvett jelenetek beküldését, amelyek Nyíregyháza újra telepítését mutatják be, vagy képzelik el. Ezekért cserébe a levéltár ingyenes belépést biztosít a város helytörténeti gyűjteményeit tartalmazó intézményekbe.